Megbeszéljük. A telefonnál Bauer Tamás, a demokratikus ellenzéki kormányváltó képviselő jelöltje. Szervusz Tamás! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! A budapesti 12. kerületben, vagy 3. országgyűlési választókerületben, és azért akarok veled beszélni, mert most már jó néhány napja világos, hogy nagyon nehéz helyzetbe kerültél a választókörzetben, ugyanis szinte minden hirdetési, megjelenési lehetőségtől megfosztottak. Voltak olyan napok, amikor láttam az arcképedet kisebb plakátokon kitéve, ilyen lámpaoszlopok aljára kitett faroslemez táblákon, aztán a következő napon már tépkedték le őket. Nyilván nagyon nem tetszettél ott a járókelőknek, csak így tudom elképzelni. Ellenben tele van az a városrész Fónagy János fideszes országgyűlési képviselő és képviselőjelölt kisebb-nagyobb és még nagyobb képével. Miért van ez a hihetetlen esélyegyenlőségi különbség, és nem járultál-e hozzá magad is, mert nem írtad alá azt a helyi választási kódexet, amelyet elvileg mindenki elé oda terjesztett a kerületi polgármester Pokorni Zoltán. Hát a helyzetem nem különleges, mert mint ahogy az imént Karácsony Gergő is elmondta, hát az egész országban ez van. Tehát olyan mérhetetlenül egyenlőtlenek a feltételek, ami hát demokratikus körülmények között elképzelhetetlen. És hát emlékszem... Igen, ez Kelet-Kelet-Európa, ez a belarusz, orosz, nem tudom mihez hasonlítani, de körülbelül ez lehet. Ott is lehet indulni ellenzéki pártoknak, csak nem nagyon látni a nyomukat. Ez így van. Az én történetem csak egy szempontból téve az összes többi a demokratikus oldal nevében induló jelölt történetétől, és ez a következő. Ma egy hete került sor arra, hogy a választókerületben a polgármesteri hivatal épületében a 8 jelölt, mert végül is 8 jelölt van nálunk, aláírja a választási etikai kódexet. Néhány nappal korábban engem fölhívtak a polgármesteri hivatalból, hogy ebben az időpontban 12:30-kor kerül erre sor, és ugyanakkor sorsolják ki azokat a plakáthelyeket, ilyen faroslemez plakáthelyeket, amelyeket a kerület most már hosszú ideje, minden választás idején fölállít, hogy a plakátok ne áraszták el az épületeket, kerítéseket, az formátoroszlopokat, lámpaoszlopokat, stb., ami önmagában mivel rendben volna. És az is igaz, hogy a megelőző 3 vagy 4 választáson ebben akkor még csak a 12. kerület, most ez hozzájön a 2. kerület 1/3 is, tehát ebben a választókerületben is, ebben mindenki egyetértett, normálisan működött a dolog, legalábbis ebben a tekintetben. Én megkaptam, mert kértem, megkaptam előre ezt a választási etikai kódexet. Miért nem küldték el előre? De elküldték, tehát csak én amikor... De külön kiírni kellett? Amikor telefonáltak, mondtam, hogy hát akkor megkaphatnám a szöveget, azonnal el is küldték. És akkor nekiültem és elolvastam. És mindjárt a bevezetőben az szerepel, hogy a kódex célja a jelöltek és jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség biztosítása. Zárójelben nem volt ott, hogy ha. Ezen azonnal fönnakadtam. Aztán a kódex 3. pontjában az van, hogy a választási kampány célja a pártok és jelöltek tovább az általuk képviselt értékek az elérendő célok bemutatása. Ugye tudjuk, hogy ez például nem folyik. Még szebb a 3. pontjában, a felek határozottan rögzítik, hogy tartózkodnak egymás pártjának és jelöltjének lejáratásától, és ilyen céllal 3. személyeket sem bíznak meg. Miközben ugye az elmúlt hónapokban azt láttuk, hogy 3. személyt, a Cöföt bízták meg a
másik oldal intenzív lejáratásával. Akkor a bohócos plakátok voltak például hatalmas már, épületek, ami majdnem leszakadt tőlük az épület. De már egy évvel ezelőtt ugye az a bajnai gyurcsányos együtt tették tönkre az országot. Így van. A nyolcadik pont azt mondja, a felek választási reklámanyagaikat kötelesek jól felismerhető és mással összenemtévezhető módon sajátjukként jegyezni. Ugye az egész lejárató kampány a CÖF álneve alatt folyik, köbe úgy, mint talán 8 évvel ezelőtt a magyar vizsla kampány, amiből csak azzal lepleződött le, hogy kiderült, hogy Pokorni Zoltán akkori kampányfőnök faxával küldte. Nem, Rogán Antal. Rogán Antal, bocsánat, micsoda különbség. Nem, hát most Pokornira vagy, úgy látszik. Nem csak, mert ő a helyi polgármester. Na most, tehát ez a megállapodás, ez az változtatás. Ez az álszent etikai kódex. Teljesen rendben volt ez a szöveg 4-8 évvel ezelőtt. Vagy majdnem teljesen rendben volt ez a szöveg 4-8 évvel ezelőtt. De azt gondolom, hogy most olyan mértékben áll szembe azzal a valósággal, amit a Fidesz teremtett. Hogy úgy gondoltam, hogy a fideszes polgármesterrel, aki szintén aláírója a kódexnek, és a fideszes képviselőjelölttel, én ilyen választási etikai kódexet egyszerűen nem írhatok alá. Ez egy igazi önbecsapás lenne, képmutatás lenne velük aláírni egy ilyen választási etikai kódexet. Hadd tegyem hozzá, hogy helyileg sem más a helyzet. A 12. kerületi önkormányzat kiad, mint azt hiszem minden kerület, egy önkormányzati két hetenként megjelenő újságot. Ez egy fél éve, amióta a Fidesz eldöntötte, hogy Pokorni nem indul képviselőjelöltnek, és Fónagy János a jelölt. Mást sem csinál, mint Fónagy János népszerűsíti. Fónagy János kampánya folyik az önkormányzati labban, amiben például egyetlen egy rendezvény hirdetését akartuk ott megjelentetni néhány héttel ezelőtt, arra nem is reagáltak. Tehát, hogy egy ellenzéki gyűlést nem lehetett a helyi labba vett? Nem lehetett, mert még nem volt meg ez a választási etikai kódex aláírása, addig a Hegyvidék című labban nem tették. Na de egyáltalán a választási etikai kódexhez fűzhető bármilyen jó következmény? Na ez a dolog lényege. Ugyanis miután úgy döntöttem, hogy én ezt nem írhatom alá, és ez összefügg azzal is, ami a Láncos Verával beszéltetek pár napja, hogy ahol te vetetted föl, hogy az ellenzékiek nem érzékeltetik a közvéleménnyel, hogy milyen abszurd viszonyok vannak itt Magyarországon, és szerintem ebben neked igazad van. És én azt gondoltam, hogy ha mással nem, azzal, hogy nem írunk alá velük egy választási etikai kódexet, ezzel érzékeltetni kell, meg kell üzenni mindenkinek, nekik is, hogy itt milyen elfogadhatatlan helyzetet teremtettek. És oda mentem az aláírásra, és bejelentettem azt, hogy én ezt emiatt nem írom alá. De hozzátettem, hogy mindazokat a magatartási szabályokat, amelyeket ez az etikai kódex tartalmaz, én a magam részéről betartom. És ezt alá is írtam egy írásos nyilatkozatban. Hát magát a kódexet nem, de azt mondtad, nem hogy... Nem írom alá, de betartom. De betartod a... De velük nem írom alá, de betartom. És ezt írásba adtam. Igen. Mert sejtettem, hogy mi lesz a következő lépés, és azt is hozzátettem azonnal, hogy a hirdető táblákon, meg a helyi újságban való megjelenésnél ők akkor is kötelesek az esélyegyenlőséget biztosítani, hogyha én ezt az etikai kódexet nem írom alá, mert az esélyegyenlőség az pusztán amiatt illet meg mindenkit, hogy nyilvántartásba vették, mint képviselőjelöltet, illetve országos pártlistát. És nem köthetik az etikai kódex aláírásához azt, hogy én is kapjak ugyanúgy, mint a másik hét jelölt ilyen plakát helyet. Ez valószínűleg a választási törvényt vagy törvényeket is sérti, nem? Így van. Na most ezek után azt mondta Pokorni Zoltán, akit hát nagyon sajnálom, hogy ő így reagált, mert szerintem nem méltó hozzá, ha egyáltalán megkülönböztetjük őt a többi fideszestől. Hát legyünk méltányosak, különböztessük meg, de annál jellemzőbb és annál szomorúbb, hogy ennek ellenére ugyanaz. Ezek után azt mondta ő,
hogy hát ha ez a helyzet, akkor ő megkérdezi a jelenlevőket, hogy akkor, mármint a többi képviselőjelöltet, hogy akkor kapjak-e én is ezekből a plakáthelyekből, vagy sem. És azok úgy azt mondták, hogy ne? Nem mindegyik, legyen becsületére legyen az LMP jelöltjének hajdumájának, hogy ő ezt nem fogadta el velem együtt, becsületére legyen mondva. Maga Fónagy János fideszes jelölt tartózkodott a szavazásnál, de a többiek, Kisgazda, 4K, stb. Sem. Jobbik. Jobbik, ők bizony azt mondták, hogy akkor ne kapjon. Na most, és ezzel engem kizártak ebből a lehetőségből. Én természetesen a helyi választási bizottsághoz fordultam kifogással. Ahol? Amelyik, hát én oda is mentem, jelen is voltam, és ők azt mondták, hogy hát itt nem történt jogszabálysértés. Magadra vesz? Tulajdonképpen igen. Az nem tűnt fel nekik, hogy ilyen előfeltétel nincs a választási törvényben? Nem, választási kvóták között alá kell jönni? Meg az áll ennek az elutasításnak az indoklásában, hogy miután nekem meg lett volna a lehetőségem, hogy aláírjam, és akkor én is kapnék, én nem írtam alá, tehát nem sérült az esélyegyenlőség. Na most, hogy mondjam, de el kell mondanom, hogy legyen, én mondjam el a teljes igazságot, hogy Pokorni felajánlotta azt, hogy jó, én is kapok utólag még plusz plakáthelyeket, de kevesebbet, mint a többiek, mert azt, ami a nekem, mint jelöltnek járt volna, azt közben kiosztották a többiek között. Létesített. Nincs több faros lemez. Nincs több faros lemez, tehát a többieknek 60 jut, nekem csak 42. Úgyhogy ilyen értelem. Tekintsd ezt büntetésnek. Mindez büntetés. Körülbelül ilyen Kövér Lászlói büntetés. A történet elképesztő. Na most én azt gondolom, hogy ugye vannak, akik azt mondják, hogy hát kár volt nekem ebbe belekötni, alá kellett volna írni. Én meg azt gondolom, hogy helyesen jártam el. Nem szabad azt a benyomást keltenünk egy pillanatra sem, hogy itt egy tiszta és méltányos választás folyik. Nem kellene központilag elhatározni, hogy az eddigi minősítéssel szemben, vagyis hogy szabad választások lesznek Magyarországon, de nem tisztességesek, ezen az elmúlt hetek eseményei és fejleményei nyomán valamilyen módon változtatni kellene. Ezek már csak részben szabad választások. Én azt gondolom, én úgy tudom, hogy amikor a nemzetközi megfigyelők, mondjuk az EBSZ megfigyelői egy választást vizsgálnak mondjuk Ukrajnában, vagy Macedóniában, vagy bárhol Európában, akkor mindig vizsgálják nem csak azt, hogy elhúzzák-e a függönyt, és van-e hozzá toll, hanem azt is vizsgálni szokták, hogy az információkhoz való hozzáférésben a pártoknak egyelőek a lehetőségei. Ez is a szabad választás kritériuma. És nálunk messze nem az. Még azt is, nagyon kevesen emlékeznek rá, hogy amikor a 2010-es választás előtt még történt egy kísérlet a választási a párt, a kampányfinanszírozás és a kampányszabályok között valamilyen konszenzus kialakítására, akkor a Fidesznek, névszerint Nyitai Zsoltnak, aki akkor ezért felelős volt, és ezeken a tárgyalásokon a Fideszt képviselte, az volt a követelése, hogy a választásokat megelőzően mondjuk egy fél évben a kormány ne folytasson semmiféle propagandát. Ez egy teljesen jogos követelés volt, és azt kell mondanom, hogy az akkori kormányoldal ezt elfogadta. Végül is ez a tárgyalás a tárgyalástól a Fidesz lépett vissza. Na most ezt a fideszes követelést most a Fidesz maximális mértékben fölrúgja. Ez a Fidesz kampány, Magyarország jobban teljesítő esélycsökkentés, a többi még a csapból is. Ez folyik. Hát minden szlogen és minden formai elem egyforma a kormány hirdetésével, a kormány pedig gátlástalanul csinálja. Ugye 3 hét van a választásokig, és most is egy új kampány, újra neki indultak ezek a hirdetések. Tehát azt kell mondanom, hogy... A Nemzeti Választási Bizottság azt mondja, hogy ez rendben van. Tehát azt kell mondanom, hogy Magyarországon nem lesznek szabad választások,
nem lesznek tisztességes választások, és még egy nagyon komoly következtetés adódik ebből. Én nagyon remélem, hogy ennek ellenére a demokratikus oldal megnyeri ezt a választást, és hát ami engem illet, azon dolgozom, és azt hiszem, mind a 106 egyéni jelölt ezen dolgozik. És ha mi ezt megnyerjük ilyen körülmények között, akkor az egy teljesen legitim győzelem lesz. De ha mégsem nyerünk, hanem a Fidesz nyer, akkor a választási szabályok, kampányszabályok és a médiaszabályok ilyen átalakításából következik egy nagyon fontos dolog. 4 éven keresztül országvilág azt mondta, hogy a Fidesz szabad választáson szerezte a kétharmados többségét, és ez igaz volt. Ahogy élt vele, az nem volt legitim, de maga a választási eredmény legitim volt. Ha egy ilyen választási törvény, ilyen választási eljárási törvény, ilyen média szabályozás, a közszolgálati média ilyen megszállása után, ha így szerzi meg a Fidesz az újabb többségét, az a többség már nem lesz legitim többség. És ez egy nagyon súlyos következtetés. Remélem, hogy április 7-én nem kell ilyen következtetést levonnunk, mert ennek ellenére a magyar választók többségének elege lesz abból, ami itt folyik, és az a mostani, amit most látnak az utcán, a rádióban, a televízióban, az megerősíti őket abban, a honfitársainkat abban, hogy ennek egyszer és mindenkor a véget kell vetni, ami itt folyik. Köszönöm szépen, Bauer Tamás, a 12. kerület és a 2. kerület egy részének demokratikus ellenzéki képviselőjelöltje. Szervusz, viszont Szervusz, köszönöm szépen.